Szél Kálmán tér felújítása során találtak egy 152 mm-es betonromboló gránátot, amelyet a tűzszerész és hadihajós ezred tűzszerészei a helyszínen hatástalanítottak, eltávolították a gyújtószerkezetet belőle. A záráshoz 300 méteres sugarú körben körülbelül 12 házat kellett kiüríteni. Általában csak azokat az épületeket ürítettük ki, amelyek arccal abban az irányban néztek, ahol az eszköz található volt. Ez egy 152 mm-es szovjet betonromboló tüzérségi gránát, KTD nevezetű fenékgyújtó szerkezettel, és kilőtt állapotban találtuk meg itt a területen. Ennél a gránátnál célszerű a gyújtószerkezetet kiszerelni, és onnantól kezdve szállítani a gránátot. Ez a gránát körülbelül 50 kg súlyú, és olyan 5,5-6 kg robbanóanyagot tartalmaz. Betonbunkerek, épületek, tehát ilyen erődítmények ellen alkalmazták, illetve ugye a nagyobb városokban a II. Világháború során. Tehát ennek kifejezetten az volt a célja, hogy rombolja az épületeket. Komplikáció nélkül ki tudtak szerelni a gyújtószerkezetet, és így a központi gyűjtőbe szállítjuk a robbanószerkezetet, és vele már a kiszerelt gyújtószerkezetet is.